Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel a legújabb videómban, én Dóra vagyok. A mai videó, amit láthatjátok, egy vlog lesz, most éppen itt vagyunk Sástón. Arra gondoltam, hogy elhozlak titeket magammal kirándulni. Remélem, hogy élvezni fogjátok ezt a kis videót. Tartsatok velem! Közben keresni akartunk egy átjárót, na hát ugye itt nem tudunk átmenni a hídon, mert itt az elejét teljesen ellette a víz, és ezek a rönkök, ezek pedig nem alkalmasak arra, hogy át tudjunk menni, úgyhogy megyünk tovább. Na és közben, ahogy elindultunk keresni egy átjárót, úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszélgethetünk. Hát képzeljétek el, ma 5 óra 30-kor keltem föl. Azóta fent vagyok. Már nem sokára 3 óra lesz. És nem igazán pihentem sokat. Viszont most ez a táj teljesen fel fog tölteni. És nagyon-nagyon jól fogok aludni, mert körülbelül egy 3 hete hát nem alszom jól. Tehát nagyon sokszor fölkelek. 5-6-szor egy éjszaka. És ilyen 4-5 órákat alszom. Úgyhogy ez a friss levegő, ez most nagyon jól fog nekem tenni. Meg ez a kis séta, ezt imádom nagyon. És ugye arról volt szó, hogy a következő videó az arról fog szólni, hogy hol voltam egy hónapig, miért nem volt videó. Hát nem tudtam még összeírni, hogy miről beszéljek ebben a videóban, hogy miket akarok nektek elmondani. Közben megmutatom a hátamnál ezt a gyönyörű szép kis patakot, tavat. Ez patak, vagy tó, vagy mi ez itt inkább? Sástó. De az, ami ott van, az mi? Akkor tó, nem? Hát benne van a nevében. Jézusom, csak ennyire vagyok fáradt. Szóval mindenféleképpen fogom hozni az ígért videót. Arra gondoltam, hogy egy kicsit kikapcsként egy vloggal fogok nektek most kedveskedni, szóval nem felejtettem el, ne aggódjatok, mindenképpen fogom hozni. Most jött a hirtelen ötlet, hogy jöjjünk el kirándulni a Mátrára. Úgyhogy kaptam is az alkalmon, arra gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, hogy eljövünk, mert akkor tudok vlogolni is. Na és képzeljétek el, mondjad Kriszti, mondja nyugodtan. Ja, nem publikus? Akkor addig leveszem, várjál. Ezt ne rakjam bele a videóba. Jó, nem rakom bele a videóba. Szóval 520 méter magasan vagyunk. És nagyon-nagyon friss a levegő. Nézzétek ezt a tájat. Brutál jó. Minden hétvégén el tudnék jönni ide, hasonló helyekre, vagy hasonló helyekre feltöltődni. Ti is tegyétek ezt. Ti is menjetek el kirándulni mindenképpen. És remélem, hogy egy kis jókedvet tudok deríteni ezzel a videóval azok emberek számára, akik otthon vannak, nincsen lehetőségük kirándulni, vagy esetleg betegek vagytok. Akik betegek, azoknak kitartást kívánok. És mi hamarabbi gyógyulást. Ennyire van tele a fejem.
ráfér ez a nagy séta, ez a kikapcsolódás, ez a pihenés. Úgyhogy hát nem mondhatni azt, hogy igen, a negyedik hete, hogy nem alszom valami jól, le is veszem a napszemüvegemet, hogy lássátok egy picit a szemem. Ez látszik is rajta, hogy eléggé lila, meg karikás, nem ilyen szokott lenni. De hát pihenést igényel, kell pihenni. És ilyen csodás helyekre kell járni, feltöltődni, meditálni, jógázni. Mennyasszonyi fotózás a háttérben láthatjátok. Öcsöttünk el mellettük, szóval meg tudom most nektek mutatni. És most 5 kilométert fogunk lesétálni, úgyhogy szerintem mindannyian nagyon jól fogunk aludni este. 5 kilométer oda, 5 kilométer vissza. Úgyhogy kemény lesz. Képzeljétek el, találtunk egy barlangot, vagyis inkább egy lyukat. Úgyhogy most elmegyünk és felfedezzük, hogy vajon mi lakik oda bent. Reméljük, hogy nem róka fog oda bent szúnyókálni. Vessük meg. Be lehet bújni? Már elindultam a lyuk felé, a barlang felé, ugye amit videóztam nektek. Ott van a barlang. Ott. Na mutatom nektek, itt van a barlang. Ide lehet bejönni. Most próbálom nektek vakuval mutatni, remélem, hogy itt nem lakik senki. Ez nagyon durva. Ott lent. Oda is be lehet menni. Meg itt végig. Ott ki lehet jönni. Wow. Na figyeljetek, bejöttem a lyukba. Mutatom, hogy hol van tesóm. Ott van, látjátok? Ott áll, onnan jöttem ki. Maradj ott, Kriszti, léci, jó? Maradj ott, léci! Mert most végig megyek. Na figyeljetek, vágatlanul. Végig megyek nektek ezen a barlangon. Ott ugye nincsen semmi, ott nem tudok tovább menni. És hogyha jövök tovább, onnan vettem föl nektek a videót. Halljátok, ezt én nagyon élem. Így nem vettem föl. És látjátok? Ott van Kriszti. Mindenféleképpen, ha erre jártok, akkor menjetek be abba a kis üregbe, abba a kis lyukba. Ezek az élet apró örömei. Ne hagyjátok ki. Tényleg, hihetetlen élményekkel lehet gazdagodni. Te sokat kiránduljatok itt Magyarországon belül. Én azt tanácsolom nektek, hogy nem mindenki egyből külföldre akarja menni, meg a Maldív szigetekre, meg mit tudom én, hanem Magyarországot is fedezzétek fel. Engem ez a lyuk már boldoggá tudott tenni. Vicces? Tényleg? Tesó kinevet. De hát ez mindenhogy igaz rá. Halljátok ezt? Hamarosan elérjük a 10 000 lépésszámot, és már 3
kilométert lesétáltunk. Írjátok meg nekem kommentben, hogy ti voltatok már itt, és esetleg még azt is megírhatjátok, hogy hol voltatok már Magyarországon belül kirándulni, és hogy mi volt a kedvenc helyetek, és azon belül a legjobb élményetek. Nagyon kíváncsi vagyok rátok is. Új hírek. 2,3 kilométert kell még sétálnunk, ami azt jelenti, hogy 18 perc. Valami gyík volt. 18 perc van még hátra, és akkor oda fogunk érni a vízeséshez. Képzeljétek el, ahhoz képest, hogy 5.30-kor keltem reggel, hát nem igazán ettem ma, inkább iszok. Képzeljétek el, most jelenleg nem vagyok fáradt még, bár mondjuk tegnap éjszaka azért jól aludtam, és időben lefeküdtem aludni. Igaz, párszor felriadtam, de nagyon hamar vissza tudtam aludni. Úgyhogy ma este nem lesznek ilyen gondok. Elkezdtem izzadni. Ez egy nagyon jó kis kardió. Egyben feltölti a lelkemet. És mentálisan is teljesen kiszellőzök, átszellőzik az agyam. Ilyen friss levegőben? Maximálisan. Ezt nézzétek, milyen sötét van odabent. Hát nem hiszem, hogy most be szeretnék menni oda. Mutatom, látjátok? Világos van, és odabent hűha, hát igen. De egyébként érzem is azt, hogy hűvösebb van. Tehát, hogy innen eléggé hideg. Hideg levegő szél, hát nem nagyon fúj a szél, hideg levegő jön ki, értitek, hogy mit akarok, szóval nem maradok ott egyedül a borsötétségben. Hát eléggé. Azt mondta nővérem, arra a sötét erdőre, vagy minek mondható az? Fenyves, fenyő erdő. Azt mondta Kriszti, megállt, maga biztosan mutat az erdő felé. Ez olyan, mint amikor Edward szaladgál, meg ugrál a Bellával, tudjátok, az alkonyatba. Tudom, hogy nem ez, hanem ahol az előbb álltam. Az a tök feketeség. Azt mondja, ez olyan, mint amikor az alkonyatba az Edward viszi a Bellát a hátán és ugrál. Óriási. Nagy aranyköpés. Ott mi van? Na, mutatja nővérem. Itt is ugyanaz történik. Itt is szaladgál az Edward. Na, mutatják. Ott ugrál, látjátok? Én látom. Elmegyünk kürtős kalácsot venni, ott a bácsi a kocsiban. Megkérdezem, hogy milyen fajta van. Jó, de majd beszéljük meg együtt, hogy miért tegyünk, jó? Már... Csokolom. Hát ott milyenek a kövér emberek, visszacsalják a legcsinosabbakat. Milyen fajta? Kezdjük, nehogy megharagudjatok. Van diós, kókuszos, fahéjas, vaníliás, és hagyományos sima cukros. Én a vaníliásat szeretem amúgy, de hogyha te nem, akkor látás, akkor egy vaníliásat kérünk szépen. Nem, ez a kettőt úgy olcsóbb. Egy 502 dolog, hogy egy 1000-es jól van. Kérsz még egyet? Te döntsd el. Végül 400 jól van a másikat. Megyünk egyet? Jó. Ez a vaníliás. Akkor most te válasz, akkor ezt megfogom. Meg kókuszosat is. Jó. Legyen a kókuszos kókuszos. Mennyit adok? Jó. Egy 1000-es jó. Jó. És a tészta tejtojás mentes. Ó, köszönjük. Szép napot. Viszlát. Köszönjük. Viszont kívánjuk. Ez a csajozós bácsi, halljátok. Na megnézzük, hogy működik-e a vízhang a
a két fa között, ugye, amit az előbb mutattam nektek, mert bizonyos időközönként lehet hallani a vízhangot. Most le fogom rakni a kamerát a két fa közé, és ordítok egy borzalmasan nagyot, és meglátjuk, hogy működni fog-e. Nem tudom, ti mennyire hallottátok, de működik. Már képzeljétek el, közben kiderült, hogy több mint 5 kilométert kell sétálnunk, ami nem baj, mert de csak odafelé több mint 5 kilométer. Szóval nem baj, mert gyönyörű a kilátás. Na most egy kis kaland. Figyeljetek! Jó, óvatos leszek! Figyeljetek! Meredek! Amúgy ez nagyon saras és nagyon veszélyes. Lehet, hogy ez le fog gurulni, ezt nem kéne megkockáztatni. Nem fog? Úgy még ne a fára légy. Hát de csak tiszta sár az egész. Ha ide kezdődik fogad. Ennyi. Na gyerünk! Várja! Félsz? Fú, de dágvány lesz a cipőm! Na gyerünk! Nyugodt! Így gyere, nem kell félni! Nem, ne rángassál! Ú, átázzik a cipőm! Nyugi Kriszti, gyere! Nincsen baj, gyere! Jó? Úgy fogad mind a két kezeddel! Lábad elé nézd, és jó! Gyere! Ide belülre lépjél, nézd csak! Csak vigyázz, az nagyon saras és csúszós! És itt vissza is kell jönni? Igen! De jó! Vagyázz! Megvagy? Gyere, ne félj, Kriszti, gyere! Stabilan! Stabil. Jó, gyere! Gyere, azaz! Nem baj, gyere! Semmi baj! Figyelj! Itt van a vége, látod? Gyere, nyugodtan! Nem kell sietni! Úgy próbálj meg, ahogy én lépek, látod? Mert ahogy én lépek, ott látod, hogy gyere, lépj oda, én tartom! Gyere! Úgy! Gyere, menjél! Gyere! Gyere! Szuper, jó! Én pedig vagyok, csak én. Lebutasztél? Hát már hány kilométert jöttünk? Nem, a vizekon jött. Nekem is átázott, nézzétek? Igen, elmerültem teljesen, nézd. Hát figyelj, nekem is látszik, nézd. Látod? Nézd ott ideig. Én durván elmerültem. Pedig tegnap mostan meg. Na, ennyi. Újabb kaland. Mentek ti elő? Ugye a kaland. Fogom. Nem kell. Basszus, megcsúsztam. Hallod, ez nagyon kalandos. Ez nagyon komoly. Mi? Ott át végig. Azt nem gondoltam volna ezeket a meglepetéseket. Ilyen kinder tojás. Ott. Végig jöttünk. Ez a második. Amúgy én reméltem, hogy nem lesz még egy ilyen. De talán ez nehezebb volt, nem? Mint az előző. Nekem ez nehezebb volt, mint az előző. Na, megérkeztünk a vízeséshez. Csinálok néhány gyönyörű felvételt. Megyünk lefelé a vízeséstől. 4 órakor indultunk föl, most van 6 óra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy majd lentről fogok bejelentkezni. Visszafelé is ugyanaz lesz az út, mint idefelé. Úgyhogy nem sokára találkozunk. És ezekkel szépen meg fogunk megint küzdeni. Nézzétek, itt van egy könnyebb út. Közben meg taknyoltam volna egyet, mi? Meg vagyok.
Szóval addig... Tessék? Kiszedünk a sárból, a sáros arcodat lekameráztuk. Ja, a sáros arcomat akkor lekameráznak. Szóval addig sziasztok! És azt tudtátok, hogy ez a vízesés az ország legmagasabb fekvésű vízesése? 450 méteren van, szóval látogassatok el ide mindenféleképpen. Itt vagyunk a Kékestetőn. 1 óra 15 perc alatt értünk le a vízeséstől vissza. 6 órakor indultunk le, és 7 óra 10-kor érkeztünk meg a kocsiba. Megmutatom nektek, hol szoktak síelni. Akkor szezonban. Gyönyörű kilátás. Viszont brutálisan hideg van, úgyhogy elindulunk. Szerintem egy tökéletes zárása a napnak. Később bejelentkezem még. Sziasztok! Már másnap van. Arra gondoltam, hogy most fogok kijelentkezni. Tegnap nem tudtam, mivel visszaértünk Budapestre, bevágódtam az ágyba, és szinte egyből elaludtam. Úgyhogy azért gondoltam arra, hogy most fogok kijelentkezni. Nagyon jó volt a tegnapi nap. Sajnos nem tudtunk sehol megvacsorázni. Így maradtam meg ki. Képzeljétek el, 2 éve ettem utoljára meg kibe, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Vagyis a kocsiba ettük meg a kis kaját, tehát nem ültünk be. De nagyon-nagyon jó volt a tegnapi nap, nagyon-nagyon elfáradtunk. Most 2 óra elmúlt, és újra úton vagyunk. De most csak vásárolgattunk, csak néhány új cuccal gyarapodott a ruhatáram, amiket majd, ha gondoljátok, akkor megmutatok egy ruhatár update videó keretein belül, hogyha érdekelt titeket. Úgyhogy nagyon jó volt a tegnapi nap. Remélem, hogy élveztétek a videót, és én mindenféleképpen tervezek még ilyen kirándulós vlogokat készíteni, hogyha szeretnétek ti is kirándulós vlogokat látni a csatornámon, akkor jelezzétek nekem azt valahogyan. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok. Hamarosan találkozunk a következő videómban. Legyetek nagyon jók. Puszi. Sziasztok!